És most, kedves nézőim, rövid időnk van, de épp ezért megmutatjuk önöknek, hogy rövid idő alatt mi mindent lehet csinálni. Gyors segély, percek alatt. Természetes, hogy Éliás Tibornak mindenre mindig van jó tanácsa. Ha hirtelen történik velünk valami, és első segélykel, gyors segélykel, mit csináljunk? Jó estét kívánok! Hát attól függ, hogy mi az a probléma, ami történt. Hát gondolom, itt elsősorban olyan külsérelmi problémára gondolsz, ami ilyen gyors segélyt igényel, mert mondjuk egy cukorbetegséget 5 perc alatt nem lehet megszüntetni, de mondjuk a bőrsérüléseket igen. És ezért, és tényleg nagyon szépen köszönöm az ötletet, aki adta itt a stúdióban a hölgy, akinek lumbágója van, és hát ezt tényleg 5-10 perc alatt meg lehet szüntetni. Van egy olyan speciális melegítő krém, amely az ominózus területet bemasszírozva, azért nem árt, hogyha egy technikás masszírozással bevisszük a bőrbe ezt a bizonyos krémet, mert az aloe alapja van, tehát ez gyorsan beviszi azokat a hatóanyagokat, amiket még rábíztunk, és ott bent egy ilyen melegítő, tágító, izomlazító tevékenységénél fogva megszünteti azt a görcsös összehúzódást, amit egyébként különböző injekciókkal és más terápiákkal szoktak megszüntetni. Na most ez nem azt jelenti, hogy ez egy életre megfosztotta ettől a nagyon kellemetlen problémától, de a tüneti kezelése jó, és akár mehet is tovább. Ha már ennél a krémnél tartunk, akkor hihetetlen jó gyors segély, mondjuk egy láb ikra, az úgynevezett vádli begörcsölése, amit egyébként hosszú távon úgy lehet megoldani, hogy több magnéziumot viszünk be, és az ereinket karbantartjuk. De ez a gyors görcsös állapot szintén ezzel a melegítő krémmel megszüntethető, és már mehetünk is tovább. Vagy ha még mindig ennél tartunk, gyors segély. Ha valaki hirtelen lecsapja az izzadsága, hogy szokták mondani, és érzi, hogy hú, itt most biztos, hogy tüdőgyúszi lesz, és jön majd a 40 fokos láz és egyebek, akkor ugyanezt a krémet nagyon ajánlatos a mellkasra és a hátra bekenni, bemasszírozni, hogy ne lehetőség szerint ne alakuljon ki mellhártya, tüdőgyulladás és egyéb ilyen szövődmények. Hát sorolhatnám még ezzel. Nézzünk más területet. Ezzel a krémmel, hogy mit lehet tenni. De egy másik krém, illetve hát a spritzni, amit én hát nagyon-nagyon régi szerelmünk, Glóriával közös szerelmünk, hogy a spritznit azt rengetegszer használjuk. Érdemes, ez egy gyógynövény koncentrátum, érdemes egy kis flakonba tölteni, és a zsebünkbe vagy a táskánkba, női nagy retikülbe is kényelmesen elfér, autóba, bárhol, hogyha útközben bármiféle baj történik, mondjuk megcsípett egy szerencsétlen bogár, vagy a méhecskével párbajra keltem, és ő maradt alul, mert ugye ő megdöglik szegény, hogyha megszúr, de kellemetlen duzzanat képződik. Ezzel a spritznivel, ha befújom, akkor ezek lanyhulnak, tehát nem alakul ki az a szúró, fájó, tüzes érzés. Sérülések, horzsolás, ami a legcsúnyább sérülések egyike, hiszen a vágást azt azért kötni lehet, stb., de egy horzsolással mit tudsz kezdeni? Spritzni, és egy olyan krém, ami nagyon magas aloe tartalmat, egy ilyen úgynevezett lubikátumot alkot, ami a spritznivel, tehát a bőrsérüléseknél először, ha szennyezett, akkor természetesen mindig folyó vízzel, tehát nem folyóvízzel le kell öblíteni, hogy a szennyeződéstől megszabadítsuk a bőrfelületet, utána felitatjuk, és jöhet a spritzni rá. A spritzni az magától nagyon gyorsan behatol a bőr 7 rétegén keresztül, viszi magával azt a 17 féle gyógynövényt, ami a világ létező legjobb ilyen anyagainak a koncentrátuma, és utána lehet rávinni ezt a nagyon magas aloe koncentrátumot tartalmazó lubikátumot. Nem túl vastagon, nem túl vékonyan, és ezt napjába
többször, hiszen azért 5 perc alatt nem fog megszűnni a probléma, de 5 perc alatt elkezdődik a regenerálódás és a visszafejlődés. Ezek a könnyű kis sérülések miatt nagyon érdemes volna, tudom mindig a pénz, de hát az Isten szerelmére, hogyha nem látok el egy sebet azonnal, akkor majd az ugye elfertőződhet, millió probléma történhet, és annak a rendbeszedése akár hetekbe is kerülhet, és sok pénzbe, és nem utolsó sorban fájdalomba. Tehát a kis bajokból ne csináljunk nagy bajokat. Sokszor gyors segély lehet, amikor az embernek beszélnie kell, és a torka megfájdul hirtelen, vagy elmegy a... Ezt is a spritznivel, nagyon gyorsan, legalábbis arra alkalomra rendbe tudjuk tenni. Így van. Nem csak arra az alkalomra, hanem szokjunk hozzá, hogy igenis legyen spritzni. Tehát akkor, amikor ma már szinte minden énekesnek van a zsebében, vagy a fellépéskor biztos, vagy amikor már a mentőkocsiban, a tűzoltókocsiban, bizonyos cégeknél, az irodákban ott van, akkor miért nincs minden lakásban? Ezt egyszer kell hazavinni, és akár évekig nagyobb biztonságban van otthon az ember, hiszen ne felejtsük el, hogy a balesetek, az úgynevezett könnyű sérülések, de hát a súlyosak is sajnos, de a könnyű sérülések 3/4 a lakó helyünkön történik. Tehát elcsúszott a kádban, beverte a fejét, stb. Megvágta az ujját megégette a radiátor. Vagy a mikrosütőből vette ki a kávéját, és felrobbant a kezébe, mint nekem. Csak azért mondja, mert ő így csinálja. Igen. Szóval, lehet, igen. Még érdekesség lehet, hogy gyorssegélyként használhatjuk a propolis tablettát, ugyanúgy fogfájásra, torokfájásra. Hát a fogamat nem, de a számból a szót kivetted. Szóval a propolis az tényleg a legnagyobb szerelem, tényleg, mert annyi csodát rejt, hogy hihetetlen. Tehát a propolis az tényleg a háztartás legfontosabb része, mert fájhat a foga, elővenni, másik oldalon összerágni, és nem lenyelni, hanem ezt a nyála szuszpenziót áttenni oda, ahol a fog fáj, tompítja, vagy meg is szünteti. Foghúzás után elengedhetetlen. Hát a párom nagyon jó fogorvos, és hát ma már minden betegét, hát tessék, az a fontos, hogy a beteg ne szenvedjen, ugye? És hogy a seb ne tartson sokáig. Tehát akkor, amikor egy csúnya foghúzás, egy háromágú fog, fog kihúzása után akár 6 hét eltelik, míg beheged egy seb, addig ezzel a módszerrel, amit én mondhatom azt, hogy kikísérleteztem sok-sok évvel ezelőtt, ezzel maximum 1 hét alatt begyógyul úgy, hogy már akár készülhet is az új híd, vagy az új fog. De nagyon fontos, hogy nem fáj. Tehát nekem is, amikor sok-sok évvel ezelőtt ez megtörtént, és kihúzta még egy másik fogorvos a fogamat, azt mondta, hogy a legerősebb fájdalomcsillapítót vigyem haza, és hogyha ennek ellenére fáj, akkor hívjam fel, bejön, ad egy másik szurit, én összerándult minden részem, és nem mentem el megvenni a szintetikus gyógyszereket, mert hittem a propoliszba, és ő soha nem hagy cserbe. Tehát fogfájás, foghúzás, torokgyulladás. Még van olyan helyzet, amikor nagyon gyorsan kéne a segítség, elrontottuk a gyomrunkat, átmulattuk az éjszakát pityókásan. Ekkor mi a gyors segítség? Édes Istenem, ismerek olyan családokat, ahol hetente 1-2 flaskával elfogy ebből a aloe koncentrátumból, amely egy nagyon nagy, tényleg egy csoda, a világ egyik legnagyobb csodája, mert eredetileg bőrregenerációra hozták forgalomba, de már 1932-ben Filatov professzor, az orosz tudós, szemorvos, a szem gyógyítására használta a 32-ben az orosz körülmények között termelt aloénak a szűrtisztított koncentrátumát. Na most ezt szinte pontosan ugyanezt legyártották, és ha valakinek van, ragyogóan használható ezekre a problémákra, amiket mondtál, másnaposság, gyomorrontás, akár azért, mert túlette magát, akár azért, mert romlott érteltevet, ugye, tehát a másnaposságra is nagyon jó, de hát ennél sokkal fontosabb az, hogy valóban
Nem tudok olyat mondani, ahova ne. A középfülgyulladás, a takonykor, tehát hogyha túl sok váladék van az orrban, mert hogy az aloé vírusölő, gombaölő, baktériumölő, csíraölő, gyulladás csökkentő, fájdalomcsillapító, vérzéscsillapító, pórus összehúzó hatású, sejtregeneráló és sugárveszély csökkentő. Tehát, így, ha hirtelen húzatot kaptunk, árpánk van, akkor is ez lesz a gyors segélyünk. Akkor a jégárpa szembe nyugodtan be lehet csepegtetni, mert 100% tisztaságú, csodálatos dolog. Látják, hogy 10 perc alatt mennyi jó tanácsot adtunk gyorsan, és mind olyan, ami önöknek is gyors segít. Na most kell megnézni az ismétlést, hogy meg is értsék, hogy mit daráltam el ilyen gyorsan, de az ismétlés a tudás anyja, nem? Illetve mindenkit szeretettel várunk az Aloé Egészségklubjában. Tibor mindenkinek segít, ha kell ilyen elsősegélyként, ha kell, akkor pedig tartósan. Kedves nézőink, ennyi fért mai adásunkba. Remélem, hogy sikerült hasznos tanácsokat átadni. Nézzék csütörtöki műsorunkat is, mert a két műsor összefügg, a test, lélek, szellem nagy hármasát igyekszünk szépíteni, jobbítani, tisztítani, rendbe tenni. Állandó telefonszámunk 0629 343 330. Hívjanak, ígérem, hogy fölveszem. Lehet, hogy kétszer-háromszor kell próbálkozni, de én se vagyok mindig a telefon mellett. Nagyon köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, jövő héten. Egészségünkre!